A koronavírus járvány nagyban visszavetette az új autók eladását Európában, a legkritikusabb hónapokban néhol a felére csökkentek az eladási mutatók, ezért sok gyártó különféle akciókkal próbálja értékesíteni gépjárműveit, így tett a Fiat is Szerbiában, az 500 L-típusú modelleket 2200 euróval olcsóbban vásárolhatja meg az, aki használt autóját becseréli, az érdeklődés az elmúlt egy hónapban hatalmas volt, több mint ezeren vettek ilyen autót. U proteklih mesec dana imamo poraz prodaje modela 500L za skoro 40% i ono što je jako bitno zbog dodatnog interesovanja kupaca rešili smo da produžimo našu komercijalnu akciju. A Fiat eddig 14 ezer régi autót hasznosított újra ilyen és ehhez hasonló akciók során Szerbiában. Az utakon közlekedő gépkocsik öregek, így nem véletlen az akció sikere, mondta egy másik autókereskedő. Prosečna starost je 17 godina u Srbiji, znači da mi imamo ogroman potencijal da se ta vozila koja su na kraju životnog veka negde skladište. Znači da ukoliko država primeni mere za podsticaje, lako bi mogli da dođemo do zamenih tih vozila, a eto sirovine za reciklažu. A szerb állam az elektromos, illetve hibrid autók vásárlásának támogatására 1 millió eurós keretösszeget látott elő. Ennek ellenére azonban nem sokan éltek a lehetőséggel, mindössze 80 ilyen gépkocsi kelt el. Az autókereskedők szerint ennek egyik oka, hogy az országban kevés az ilyen autók számára szükséges töltőállomás.